Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen így megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Második hazai mérkőzésüket is elveszítették a kékcápák. Saját pályáján a Mezőköves ellen győzött a kisvárdai futballcsapat. Az ökölvívás utánpótlásáért dolgozik az olimpiai bajnok Gedő György. Karsai Ferenc Nagykállóból indulva nevelt világbajnok pingpongozót. Sorozatban negyedszer győzött az A-Studio futszál Nyíregyháza. Második hazai bajnoki mérkőzését is elveszítette a Hübner Nyíregyháza Blue. A kékcápák az Óbudai Kaszások csapatát fogadták, és a vendégek 77-72-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Már az új légióssal, az új-zélandi Vaianginával a soraiban fogadta az óbudaiakat az első hazai győzelme megszerzésére készülő Nyíregyháza. Ehhez képest a vendégek kezdtek jobban, az első negyed végén 5-20 perc játék után 14 ponttal vezettek a kaszások. Fordulás után elkezdték ledolgozni hátrányukat a cápák, és a záró negyednek már 3 pontos vezetéssel vágott neki Horváth Ákos együttese. A meccs az utolsó percig nyílt volt, a hajrá azonban a fővárosiaknak sikerült jobban, így negyedik vereségét szenvedte el a Nyíregyháza. A harmadik negyed volt egy jól eltalált negyed utána, sajnos amikor elvileg teljes lélektani fölényben voltunk, nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Vezettünk ugye akár 4 ponttal is, és olyan szerkezete volt már fönn az ellenfél, hogy tényleg a magasainkat 20-30 centivel kisebb ember fogta, és nem tudtuk. Ugye ott már nem egy taktika, azt le kell olvasni, és le kell zsugázni. Nem sikerült. Nyilván most nagyon maga alatt van az egész banda, beleértve az edzőket is, és a menedzsmentet is. Nehéz róla beszélni nyilván, mert abszolút nem erre készültünk. Azt gondoltuk, hogy jó ritmusban vagyunk, és az első félidő katasztrófa volt. Nem volt bennünk az a lendület, nem találtuk meg az előnyöket. Ezzel szemben a harmadik negyedben megtaláltuk, tehát meg kell néznem a meccset, hogy mi miért történik. De most azt javasoltam és azt javasoltuk a játékosoknak, hogy úgy kezdjük a hetet, hogy összeülünk és mindenki mondja egyesével az érzéseit, véleményét, mert ez egy olyan kis embercsoport, ami abszolút megérdemelné, hogy sikeres legyen. És ez most nem kisebbíti az érdemét a kaszásoknak vagy a salgótarjának, most a kaszások is abszolút megérdemel győzelmet aratott, mert a végén kis szerkezettel is a Boros már olyan kosárakat szerzett, ami tényleg egy extra, meg ugyanúgy a Supola Zoli is beverte a kéz fölött a triplát, amikor kellett. Apró dolgokon múlt, de ezzel ugye már teli a padlás, tehát itt van most már a Joel is, beépítettük egész jól, és meg kell találnunk azt, hogy hol van a mi ritmusunk. Jövő héten nem lesz más dolgunk, mint ezt összekaparni, és valahol a büszkeségünket megtartani, előre nézni, mert tényleg több van ebben a gárdában. A vendégek edzője szerint sikerült megvalósítaniuk azt, amit a mérkőzés előtt elterveztek, és ennek köszönhetik győzelmüket. Nagyon jó érzésekkel tértem vissza a szülővárosomba, mindig nagy szívvel jövök vissza Budapestről. Tudtuk, hogy egy nagyon fontos mérkőzés lesz, ugyanis az előző fordulóban egy kulcsfontosságú sikert szereztünk, mindenképpen nyerni szerettünk volna Nyíregyházán. Készültünk a visszarendeződésre, ugyanis a hazai csapat gyorsan játszott, illetve tudtuk, hogy magassági fölény lesz, ezért a lepattanók limitálásába is kértem a fiúkat, hogy szigorúan dolgozzak. Nagyon kaotikus mérkőzés volt, egy nagy előnyt adtunk le, a Nyíregyháza viszont megdolgozott ezért, de a végén helyén volt a szívünk és az eszünk, és le tudtuk zárni a mérkőzést. A nyíregyházi kosárlabdának pedig sok sikert kívánok, remélem elérik a céljaikat. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Deasz 23 87-83, TF Budapest Meavsz Miskolc 93-85, Fót Cegléd 79-78, Jászberény PVSK 81-102, Újbuda Mavsz Vasas Akadémia 83-87 és Budafok Salgótarján 81-88. A tabella élén a PVSK áll 5 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Az 1-4-es mutatóval sereghajtó Nyíregyháza pénteken Miskolcon lép pályára. A további párosítás a következő: PVSK Salgótarján, Óbudai Kaszások Jászberény, Cegléd Újbuda Mavsz,
Vasas Akadémia Budafok, BKG Prima Akadémia TF Budapest és Deac U23 Fút. Megszerezte második bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Mátyus János együttese az NB1 tizedik fordulójában a Mezőkövesdet verte 2-1-re. Nyilván egy meccs volt a sok közül, de mégsem, hiszen először játszottunk a Várkerti stadionban, otthon hazai közönség előtt. Az első meccsen volt nekem személy szerint a kisvárdai publikum előtt, és éppen ezért óriási a boldogságunk, hogy sikerült nyernünk. Egy borzasztóan kiegyensúlyozott mérkőzés volt. Én úgy érzem, két nagyon-nagyon hasonló játék előtt képviselő csapat játszott egymás ellen. Összességében talán azért egy góllal feltétlenül jobbak voltunk. Már egy ideje dolgozol a kisvárdai csapattal. Mennyit láttál abból viszont, amit elképzeltél, mikor ideérkeztél a csapathoz? Én amikor ide kerültem egy szűk két hónapja, bő másfél hónapja, akkor az Évész Attila sportigazgatótól igazából nem kaptam konkrét célkitűzést arra, hogy hány idő helyen végezzünk, de volt mégis egyfajta kérdése hozzám. Szeretném viszont látni azt, amit korábban Kisvárda képviselt, ezt a nagyon-nagyon jó értelmevett, harcos, agresszív, de mégis sportszerű és eredményes csapatot. Én azt gondolom, hogy a hétvégén is, és már korábban is ebből azért sok minden látszódott. Az más kérdés, az első három meccsünkön a viszonylagos játékunk mellett ez eredményen nem párosult, most szerencsére ez is megjött. Mennyit jelentett a folytatás szempontjából ez a győzelem, és mennyit jelenthet Balogh Norbertnek a folytatás szempontjából a gólja? Beszéljünk először a csapatról. A csapatnak rengeteget. Nyilvánvalóan hatalmas feszültség, hatalmas úgymond gát volt a csapatom belül, hiszen hát elég sok meccsen voltunk eredménytelenek. Ugye ráadásul hétről hétre több száz kilométert kell utazni ahhoz, hogy játszassunk. Ez egy profi játékosnak nyilvánvalóan ez a munkája, de azért egy idő után az embert ez így valamennyire mentálisan elkezdi lenyomni. Ilyen szempontból itt, hogy játszani nagyon jó volt, és nagyon jó újra nyerni, érezni azt, hogy milyen a győzelem íze, ez borzasztóan fontos volt. A kérdés második része, a Balogh Norbinak a dolga, az egy egészen szenzitív, különleges dolog. Egy borzasztóan érzékeny játékosról van szó, aki hatalmas tehetségként indult, de semmiképpen sem tartott még, ahol esetlegesen a tehetség alapján őt feljogosítaná. Ezért azt gondolom, hogy óriási lelkesedést, hatalmas munkabírást kell beletennie a hétköznapokba, és akkor előbb-utóbb ott fog tartani, ahol valóban is tartania kellene. Nagyon sok bennragadt meccse van a kisvárdai csapatnak, de most megint egy idegenbeli mérkőzés következik. Ahhoz a Pakshoz utaztok, amelyik az elmúlt 5 mérkőzésből 4-et megnyert és 1 döntetlent játszott, úgyhogy valószínűleg nincs rossz formában. Valóban egy bomba formában lévő csapathoz látogatunk, de én semmiképpen sem gondolom azt, hogy feltartott kezdel fogunk játszani, sőt, azért a Szászni Kelő Ferencváros kivételével a többi csapat ellen azért mindig lehet a csapatnak győzelmi esélye. Akármilyen a Ferencváros ellen is, hiszen láthattuk, hogy az első meccsen volt ott az ülőtön, és egy óriási védéssel tartott otthon a 3 pontot a Ferencváros ellenünk. Magyarul visszatérve a Paksra, azt gondolom, hogy bár valóban az egyik legjobb formában lévő magyar csapatról van szó, de ettől függetlenül egy harcos, fegyelmezett játékkal lehet esünk akár a pontszerzésre, vagy akár még a győzelemre is. A nyíregyházi junior és ifjúsági ökölvívó bajnokságot megtisztelte jelenlétével Gedó György is. Az olimpiai bajnok beszélt a sporták helyzetéről és az utánpótlás nevelés fontosságáról. 8 éve vagyok szakmai vezető, tehát nagyon fontos gondok és problémák vannak, amiket meg kell szüntetni. A magyar ökölvívó sport stílusát és oktatását sajnos nem ismerik és nem tudják a jelenlegi edzők. Nagyon kevesen vannak, akik próbálják elsajátítani, vagy el szeretnék fogadni azt, amit nagyon kevesen vagyunk már régi versenyzők, akik a jó csapatból voltak. És én úgy érzem, hogy talán valahol most már ebből a regresszióból megpróbálunk kikerülni, mert ez egy nagyon fontos dolog. Tulajdonképpen az összes olyan fiatal gyereknek kell egy olyan programot összeállítani, ami arról szól, hogy magyar ökölvívás. Tehát mi nem veszünk át semmiféle más stílus se onnan, egy országból se. Itt nagyon sokan voltak, sok külföldi edzők is voltak, nem vált be egyik sem. Más a magyar fiataloknak, a magyar ökölvívó sportot tanító vagy tanuló gyerekeknek, más a stílusuk, más a mozgás ritmusuk, más a dinamikájuk. Tehát ezek olyan dolgok, amik alapvetőek az ökölvívó sportban. Hogy mennyi lehetőség van,
és mennyi fantázia van, ott mindig attól függ, hogy milyen adottsággal rendelkezik az a fiatal, akit az ember meglát, megismer, és hogyan tudja fejleszteni, vagy hogyan tudja tanítani. Ez nagyon fontos. Ma pedagógiának is egyik alapja, meg hát nem csak annak, hanem a pszichológiának is tulajdonképpen, mert van ökölvóz pszichológia is, és én azt mondom, hogy mi olyan stílusban próbálunk dolgozni és tanítani, mint a ritmikus sportgimnasztika. Na most ezt úgy kell érteni, hogy az a mozgás kultúra, ami tulajdonképpen nálunk Magyarországon, az ökölvívó sportban elterjedt és eredményesek voltunk, azt nem ismerik, nem tudják tanítani, vagy nem próbálják megtanulni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez nekünk hátrány. Vagy például behozták, ugye volt ez a pontozógép, ez nem vált be. Aztán nem vált be a bukósisak sem, mert észre lehet venni azt, hogy a periférikus látást, ez zavarja a bukósisak. Tehát ez egy gátlásos dolog, tehát nem használja az ökölvívó sportnak, hanem ez inkább hátráltatja az oktatást, meg a tanítást. És az is tulajdonképpen, hogy olyan fiatalokat kellene megtanítani az ökölvívó sportra, akik akarják is megtanulni. Tehát ez nagyon fontos dolog, mert ha nem akarja megtanulni, vagy egy-két pofon után megijed, és azt mondja, hogy jaj, itt ütnek. Nem. Hát persze, hogy ütnek. Akkor fognak ütni, hogyha megáll. De a magyar ökölvívó sport az nem olyan sport. Én azért mondtam, nem egy gyereknek, és a minimum vizsgát is nem egyszer és nem kétszer tartottam, ahol 35-36 gyerekekkel vizsgáztattam, és megmagyaráztam nekik, hogy hogyan álljanak ökölvívó alapállásba. És oda mentem, és mindegyik mondom, üssetek, mondom, egy jobb egyenest, és maradjatok kint, kiütve. És oda mentem, és így meglöktem, és eldőlt. Na mondom, hogy te látod, ez a probléma. Ezt kell kiküszöbölni. Nem az edzésen, vagy a mérkőzésen kell megtanítani a gyereket egy perc alatt az ökölvívásra, hanem az edzőterembe kell megtanítani. Oda kell csalni őket, oda kell vinni, és meg kell neki magyarázni, hogy hogyan tudja egyszerűen és szakszerűen megtanulni az ökölvívó sportnak az alapjait. Ez a lényeg az egész. Az ökölvívó sportág az tulajdonképpen azon múlik, nagyon sok olyan személyi tulajdonságot fejleszt az ökölvívó sportág, amik nagyon kevés sportágban találhatók meg. Az ökölvívó sportban kimondottan erről szól a történet, tehát hogyha valakit megütnek, akkor nem a vörös függöny fog lehullani, hanem tovább kell nyugodtan ugyanúgy versenyezni, és ugyanúgy gyakorolni, és ugyanúgy viselni azt a produktumot, ami tulajdonképpen éri a fiatalt. Mert ugye a fiatalon hamarabb fölkapja a vizet a gyerek, tehát ezért kell megmagyarázni neki azt, hogy hogyan, miért. Mit miért csinálunk, hogyan kell védekezni, a kombinált ütéseket hogyan kell megtanítani. Tehát ezekre nem mindenkinek van sem esélye, sem pedig olyan magatartása, ami arról szól, hogy hogyan tanítok, hogyan képzem a fiatal. Ez nagyon kevés embernek adatik meg. De ezt meg kell tanítani, és olyan embertől tanultam, aki egy nevelőm volt, az Adler Zsiga bácsi, aki apa helyett apám volt, versenyzőtárs helyett versenyzőtársam volt, és a többi versenyző, egy csoport, egy csapat, tehát egymásért voltunk. Tehát az ökölvívó sport hiába egyéni sportág, ez csak akkor igazából jó sportág, hogyha közösen próbálunk egymással úgy kommunikálni, hogy segítünk a másikon. A Dream Team Zira csapata nyerte az Unilever Kupa nemzetközi röplabdatornát. A nyírbátori rendezvényen 12 csapat lépett pályára. Ebben az intézményben több évtizedre tekint vissza a röplabda, mint sportág. Talán még az intézmény indulásától kezdődően beszélhetünk erről. Több mint 30 éve rendezünk röplabda tornákat az intézményben. Volt az intézménynek egy testnevelő tanára, Bertó Pista bácsi, akivel még nekem is volt szerencsém együtt dolgozni. Az ő emlékére minden évben szervezünk röplabda tornát, illetve jelenleg a Bátori DS, ami az intézmény falai között szerveződött, utánpótlás neveléssel foglalkozik ebben a sportágban.
nyári stadionlabda rendezvényen már beszélgettünk itt Nyírbátorban, ez most egy 12 csapatos nemzetközi torna. Mekkora szervezést igényelt ennek a tornának a tető alá hozás, és onnan érkeznek a résztvevők? Sportbaráti kapcsolatok révén indult ez a szervezés. Tulajdonképpen a nyári röplabda tornának a részvevőinek egy részét kerestük meg most is. Illetve most igyekeztünk olyan baráti közösségeket is megkeresni és meginterjúvolni, akik szívesen jönnek erre a tornára. Azt halljuk, hogy nagyon jó a hangulat, ettől függetlenül, hogy ez egy olyan torna, ahol mondhatni amatőr csapatok játszanak, gondolom az eredmény is fontos. Nagyon fontos a csapatok számára, a sportemberek számára még nagyon fontos az eredmény, ezért mindenki igyekszik a tudása legjobbát nyújtani. Éves szinten egyébként, ha röplabdát nézzük, hány tornát szerveztek Nyírbátorban? Ez a negyedik ebben az évben, de igyekszünk a jövőben minél többet még megvalósítani. Komoly a sportrendezvény, nem lehet meg támogató, főtámogató nélkül. Az Unilever miért érzi fontosnak, hogy mellé álljon egy ilyen eseménynek? Igazából az Unilevernek nagyon sok társadalmi szerepvállalása van itt. Ugye a maga gyár is összefonódik Nyírbátor történetével, ugye az alapító Mandel Eduard, aki a város első díszpolgára. Ezért folyamatosan keressük azokat az eseményeket, intézményeket, akiket valamilyen módon tudunk támogatni. Az egyik ilyen fő tevékenységünk maga a karitatív termékadományozás. Rengeteg intézményt, iskolát látunk el termékekkel, és nemrég kezdtünk el olyan ügyeket is keresni, amiket szívesen támogatunk, mellé állunk, és itt látjuk, hogy Nyírbátorban nagyon komoly sporttevékenység folyik, ezen belül is a röplabda szakosztály munkáját, tényleg a saját gyerekeim példáján is, de egyébként is látjuk, hogy egy nagyon komoly szakmai munka történik, úgyhogy amikor felmerült, hogy egyben egy városi jubileumi esemény és egy röplabda esemény, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy támogatjuk ezt. Egyébként mennyire sportos ez, milyen lehetőségeik vannak a dolgozóknak arra, hogy mozogjanak? Mivel a dolgozóink alapvetően vagy nyírbátori, vagy nyírbátor környéki településekről járnak, egyébként nagyon-nagyon sok sportágat képviselnek, és jó is, hogy kérdeztem, mondok néhány példát. Szőlősi Tamás, Szöle, akit ugye nagyon jól ismerünk, asztali tenisz, de van nagyon komoly sakkozó kollégánk is, és ugye itt van a saját röpi csapatunk is, akik most is képviselték a gyárat. Mint a csapat neve, a Röppapa esélyesi jelzi, nem egy utánpótlás együttesről van szó. Milyen múltra tekint vissza ez az egyesület? A Röppapa esély az körülbelül 30 évvel ezelőtt alakult meg. A megyebajnokságba indultunk, akkor én nyírbátori csapatoknak, MB2-es és MB1-be feltörekvő csapatának voltunk mi, a kiöregedő játékosai már akkor. És azóta ezt a sportágat, mivel szeretjük, ápoljuk és játsszuk, amilyen szinten tudjuk. Picit akkor menjünk vissza a Röppapa esély elé. Aktív játékosként milyen osztályban szerepeltél, milyen szinten volt akkor Nyírbátorban a röplabda? MB2-ben volt, egy MB1-es osztályozót játszott akkor a férfi csapat. Mi pedig a megyebajnokságot folyamatosan nyertük ugye a tanárképző főiskolával szemben, a nyíregyházi csapatokkal szemben, és a megyében mi voltunk első 10 évig, de mi nem akartunk tovább menni, hiszen volt már egy csapat, ami felsőbb osztályban játszott, és ezért mi itt nagyon jól éreztük magunkat. Ezért ismerjük az egész megye játékosait, mindenkivel jó viszonyt próbálunk kialakítani, és örülünk, hogy ilyen tornákat szerveznek, mint ez is. Mennyi időtök van egyébként mozogni, edzeni, mert azért gondolom, ha pályára léptek előtte, egy picit előhozzátok a régi mozdulatokat. Nekünk kicsi a költségvetésünk, ennek a csapatnak ilyen nagy tornatermeket, mint a gimnázium, nem tudjuk megfinanszírozni, ezért mi egy faluba járunk ki, hetente kétszer megyünk ki, hétfőn és csütörtökön van tornatermünk, 6 órától 8 óráig, ez alatt mi játszunk, edzünk, mozgunk. Milyen céllal érkeztetek erre a mostani tornára? Mi leszünk a legvidámabb csapat, ez az egyik kicsőzése is, helytállni, jót játszani, barátkozni, erről szól nekünk ez a torna most. Ha Nyírbátor nevét kiejtjük, nem biztos, hogy a röplabda jut rögtön az emberek eszébe a sporttal kapcsolatban, ehhez képest egy 12 csapatos nemzetközi torna is része az 50 éves ünnepségsorozatnak. Mekkora jelentősége van egy ilyen rendezvénynek a város életében? Egy jubileumi rendezvénysorozaton soha nem a jelent ünnepeljük, hanem ünnepeljük a múltat, a jelent és a várható jövőt, és azt kell tudni, hogy a nyírbátori sport életében a röplabda egy nagyon kiemelt helyet foglal el, hiszen ennek a városnak az 50-es évektől indult röplabda a sportágban MB2-es csapatai voltak női és férfi vonalon, és ezért nagyon fontos volt nekünk ebben a rendezvénysorozatban, hogy visszaemlékezzünk ezekre a sikerekre, pláne úgy, hogy úgy látszik, hogy az elmúlt években elindult valami ebben a sportban, és az iskolával közösen, a gimnáziummal közösen most azon dolgozunk a szakemberekkel, hogy ez egy újra sikeres sportág legyen a városban.
Ugye ennek az intézménynek, mint láthatjuk, van egy nagyon szép csarnoka, nagyon szép kinti pályái. A város nézzük, milyenek a sportolási lehetőség a fiatalok számára? Én azt gondolom, hogy Nyírbátor a méretéhez képest nagyon sok sportágban tud megfelelő infrastruktúrát biztosítani. Lehet ez úszásról szól, lovaglásról, asztaliteniszről, de a fontosak az iskolai tornatermek, hiszen a kézilabdának, a röplabdának igazából ezek a csarnokok tudnak otthont adni, és miután itt most működik egy jó infrastruktúra, megfelelő feltételekkel, és megvan a szakember háttér is, el tudott indulni ez a sportág. A máig utolsó európai férfi egyéni asztalitenisz világbajnok, az osztrák Werner Schlager edzőjének mondhatja magát Karsai Ferenc. A szakember a megyéből indulva jutott el a csúcsig. Nagykálóba szocializálódtam a pingponghoz, tehát a nagykálói csapatban mindig közel volt Nyírbátor, és ismertem is a régi játékosokat is, és a Csekő Sanyi már régóta nagyon jó barátomnak merem mondani, és én is voltam itt ennél a klubnál, és szép dolog, amit mit megcsinált a nő, a Tölgyesi lányjal is, meg különösen a Bencével, le a kalappal, és én nagyon örülök, hogy jól van, és az ember örül, hogy ilyen emberekkel újra találkozhat. Egykor a háború előtt, aztán háború után majd a Jónyer Klampár féle, Gergely féle csapattal a világ legjobbjának számított Magyarország. Most egy picit messze vagyunk ettől. Mire lenne szükség ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a világ élvonalához, hogyan látja? Ez nagyon-nagyon nehéz munka, már nagyobb a konkurencia is, mert amikor annak idején a Jónyerik a 70-es években, 79-ben voltak világbajnokok, az is már 43 éve, azóta nagyon megnőtt a konkurencia, több pénz lett a sportágba, nagyon kemény munka folyik, a kínaiak teljes mértékben átvették a hatalmat, Ázsia is, az irányítás is megváltozott. Hát ilyen hozzáállás, mint sok ilyen kellene, mint a Csekő Sanyi, meg más emberek Magyarországon, akik mindent rátettek az asztali teniszre, és akkor talán kitermelődnének olyan gyerekek, amiket ő kitermelt, vagy még talán még egy-kettő még jobb kitermelődhetne, tehát csak így lehetne, ha ilyen hozzáállású emberek vannak ebben a sportágban. Az utolsó egyéni európai világbajnok az osztrák Schlager volt, ön volt az edzője, ő mivel tudott akkor a világ felé nőni? Az én játékosom 2003-ban lett világbajnok. Több tényező játszott közre, szerencsés tényező is, hát az alapállás az, hogy a munkát, az elég mióta átvettem, 7 évig voltam már az edzője, amikor világbajnok lett 8 évig. Azóta sokat dolgoztunk, ugyanakkor ugye akkor jött meg a szerelme, előtte önbizalmat adott neki, a kínai válogatott edző hibázott, stratégiai hibákat követette, meg a szerencse is volt. Tehát minden összejött, hogy világbajnok legyen, ez ritkán jön össze valakinek. Hát én az a szerencsés voltam, hogy az én játékosomnak jött össze. Nagyon nehéz, mert azóta senki más nem nyert, csak a kínaiak. Hát valami nagyon nagy munka, meg minden össze kell, hogy jöjjön, hogy még egyszer ilyen legyen. Milyen szerepet tölt be manapság Karsai Ferenc az asztali teniszben? Én Ausztriában laktam 35 évig, most többet vagyok Magyarországon, Kiskunfélegyházán. Egy kicsit redukáltam a munkát, tanítok a testnevelési egyetemen Budapesten az asztali teniszt. Félegyházán a klubelnöke vagyok, Belgiumban kijárok még edzéseket tartani, holnap is megyek, de azért eljöttem erre az eseményre, és nyugdíjasként, de azért még tevékeny emberként dolgozgatom. Sorozatban negyedik bajnoki győzelmét szerezte meg az Ástúdió Futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese az Újpestet verte 5-1-re. Amit kértünk meccs előtt a játékosoktól, azt maximálisan teljesítették. Az első fél időben akadtak problémáink a helyzet kihasználással. Ott a kapu előtt bekoncentráltak voltunk, és ennek volt köszönhető, hogy egy-egy volt a félidő. A félidőben felhívtam a figyelmet, hogy még jobban koncentráljanak, illetve legyen szívük lepasszolgatni a labdát, és így hál' Istennek a másik félidőben
magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést, de meg kellett dolgoznunk ezért a győzelemért, mert az Újpest, mint meccselőt is említettem, nem fogja ingyen adni a három pontot. Helyenként már tényleg jó játékkal rukoltunk elő, csak a végén a befejezés azt hiányzott, tehát hogy pontosabbak lehetünk volna. Nagyon jól néz ki zsinórban a négy győzelem, ráadásul meggyőző gól különbségekkel. Várakozáson felül az eddigi szereplés, vagy pedig számítottatok erre a bajnokság elején? Hát ott a bajnokság elején jól indítottunk, utána egy kisebb, nem mondom, hogy hullámvölgybe, de valami nem állt össze, mivel sok új játékos jött, a sorokat is ki kellett alakítanom. Aztán most úgy néz ki, hogy nem 8 emberre, hanem 10 mezőnyjátékosra tudok számítani, és megvan a versenyhelyzet, ezáltal motiváltak a fiúk mindedzésen, mind mérkőzésen. Így a mostani négy győzelem az kiárt már nekünk, volt benne szerencsés mérkőzés is, de úgy gondolom, hogy ezért nagyon sokat dolgoztunk. Lehet érezni, hogy az ellenfeleknél nő a Nyíregyháza presztízse? Igen, ez így van, tehát nagyon sokan mondják, hogy ebben a szezonban mi biztos, hogy felsőházasok vagyunk, és külön készülnek ránk. Hát szeretném, hogyha ezek a jóslatok beválnának. Tényleg dolgozunk, és látszik azért az ellenfeleken, hogy készülnek, és most már nem félváról vesznek minket, mint előző szezonban. Ez jó nekünk, jó visszajelzés, hiszen akkor tényleg van értelme, amit csinálunk, és ezzel is számolnunk kell most már, hogy tényleg, tehát nem kezelnek le minket, mert hogyha lekezelnének, akkor tényleg akkor nyerünk, tehát ez fontos az ellenfeleknek is, és ezzel viszont nekünk pedig élnünk kell, és még jobban koncentrálni, hiszen egyik mérkőzéssel lesz könnyű. A következő meccs a nagymúltú Berettyóújfalu otthonában lesz, a két csapat jelenleg egyenlő pontszámmal áll a tabellán. Milyen mérkőzésre számítasz? A Berettyóújfalut nagyon jól ismerjük, rengeteg edzőmeccset, bajnokságban is egy párszor már találkoztunk velük, torony magasan ők az esélyesek, mi megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani velük. Mondom ezt annak ellenére, hogy azonos pontszámunk van, viszont mi még nem tartunk ott, ahol a Berettyó tapasztalatba, illetve minden egyéb olyan dologba, hiszen ők minden évben bajnoki döntőt játszanak. Nagyon bízom benne, hogy felnövünk a feladatot, ugyanúgy, mint a Szombathely ellen, és akkor egy jó eredményt tudunk elérni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.